Matek órán számolják a teher és rendőrautókat az elsős kisdiákok a Móricz Zsigmond általános iskolában. A tanteremben ma már egy megszépült, új burkolattal rendelkező folyosón mehettek be. Többek között ez is része volt annak a 17 millió forintos beruházásnak, amelyre a forrást a Nyíregyházi Tankerületi Központ biztosította. 2019-ben 315 millió forintot tudtunk a nyíregyházi iskolák fejlesztésére fordítani, és ennek egyik része volt a Móricz Zsigmond általános iskola megújítása is. A Móricz egy nagy iskola itt a déli városrészben, 434 tanuló jár ebben a tanévben ide. Mi nagyon örülünk, ha komfortosabb, esztétikusabb körülmények között tudják a mindennapjaikat itt eltölteni a diákjaink. Az 1983-ban átadott épület földszinti aulája mellett a tornaterem mögötti járda jelentős része kapott térburkolatot, és a lambéria hiányosságait is pótolták. Így a közösségi tér most már igazán méltó az iskolában zajló színvonalas oktató és nevelő munkához. A szakemberek megjavították a tornaszoba külső falát, megszüntették az omlás veszélyt. Emellett tisztasági festést, villanyszerelési munkálatokat és nyílászáró javítást is végeztek. A felújításnak pedig a tervek szerint lesz folytatása. Az épületen belül egy olyan tanulóbarát környezetet szeretnénk teremteni, illetve hát folyamatosan felújítani a meglévő tantermeinket, amiben komfortosan, biztonságban jól érzik magukat a gyerekek, ahol szép teljesítményeket tudnak elérni, mert arra inspirálja az épület az iskola. Az iskolának erre 5 éves terve van, így szakaszosan tudják a helyiségeket felújítani. A munkálatokra a forrást továbbra is a Nyíregyházi Tankerületi Központ biztosítja.